Vasárnap délután gyülekeztek a hívek a 350 fős kisfalú templománál, hogy megemlékezzenek arról az emberről, aki 1955-től szolgálta pölöskefőt. Minden szentek akkor, november elsőjén ünnepeltük azokat az embereket, akik megelőztek bennünket. Hát így egy olyan elődöttő ünnepünk a mai napon, akik ugyan hát, sokat tett a paloskafői lakosságét, az egyházközségét is ezért Az, az egyházközség, a hívek úgy gondolták, hogy méltó is igazság, úgy, hogy, állítsanak az ő tiszteletére egy szobrot. A szoboravatót megelőzően Maricsi József tartott előadást a templomban, az apát átfogó képet adott a helyieknek és a vendégeknek Pölöskefő egyházi történelméről, valamint dr. Markó Imre Lehel életéről, szolgálatáról. Ha Marko Imre Lehel atyának az életét próbáljuk analizálni, akkor rá kell jönnünk, hogy egy összetett lélek volt. Mint Bencé szerzetes, megszerezte a gimnáziumi tanári diplomát, és amíg engedte a rendszer, addig tanított, és a növendékei rajongtak érte. Az atyát 1951-ben Kiskanizsára helyezték, ahol ma is jó szívvel gondolnak rá, majd 1955-től Pölöskefön szolgálta a közösséget. A helyiek úgy emlékeznek rá, minden napját a faluban töltötte, soha nem ment szabadságra, a szolgálat és a tanítás mellett a tudománynak élt. A falu aprajának és nagyjának a szerető lelki atya volt, egy nagyon vidám és bölcs ember, egy kiváló tanárember, és egy olyan tudós ember, aminek a mélységét még csak most kezdjük megérteni, ahogy, ahogy olvassuk a róla megjelent könyvet, illetve az ő gyűjteményét. A szoboravatón az atya születésének századik, pappá szentelésének 45. halálának 25. évfordulójára emlékeztek Pölöske Dr. Markó Imre Lehel szolgálatát az Együtt Kiskanizsáért Egyesület szintén megörökítette. Nevéhez fűződik a kiskanizsai szótár megalkotása, a földrajzi nevek és a kiskanizsai ragadvány nevek kutatása is.